Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Iványi István volt külügyi államtitkár, nagykövet, és akkor nézzük, túl vagyunk a választásokon, hogy tetszik ez az egész dolog? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindenek előtt, hát ami itt azóta kialakult, én eléggé kritikus vagyok mindkét oldallal szemben, most már megtehettem, mert sehova se tartozom, tehát nem vagyok egyetlen egy pártnak sem a tagja, sem kormány, sem ellenzéki pártnak. Én kritikusan látom a helyzetet. Hát de megpróbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek. Persze, de ezt nem is tagadom, csak mondom most már ez... Mennyire fogadta meg ő a tanácsokat, vagy hogyha megfogadta volna, akkor más lett volna az eredmény? Nem gondolom. Szerintem, amit külpolitikában képviselt, azt ott megfogadta azt, amit mondtuk. Itt egy egészen más dologról van szó. Ugye az az álláspont, amit mi képviseltünk külpolitikában, és most elsősorban a háborúval kapcsolatban, az gyakorlatilag az az álláspont, ami Európában mindenütt, vagy az Európai Unióban a domináns álláspont, a konszenzusos álláspont, amiben máshol kormánypártok és ellenzékiek egyetértenek. Magyarország egy furcsa hely, ezt több kutatás is bemutatta, az egyetlen, amely kilóg ebből a sorból. Itt egészen másképp gondolkodnak, nem kis részben azért, mert ugye a kormány is egészen másképp gondolkodik, és ennek hatása volt a kormánynak, a kormánypropagandjának a közvéleményre. Tehát ugye Magyarország azon egyedüli ország, ahol 25% Ukrajnát teszi felelőssé, és további 40-valahány százalék pedig... Nem akarom jó pedig, kapcsolatainkat tönkretenni önnel, de minden nap, amíg a háború folytatódik, és minél több információ érkezik, nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az igaz és mi a fake news. Ez igaz. De hát a történelmet azért átnézzük, akkor ők sem született bárányok, ez persze nem jelenti, ez nem, mindez nem ok arra, hogy le lehessen támadni őket, és agressziót lehessen elkövetni. Ezzel teljesen egyetértek, tehát ezt az álláspontot én is elfogadom. Senki sem szent, természetesen, de azért ebben a helyzetben nagyon egyértelmű, hogy ki az agresszor és ki az áldozat. Ebben a helyzetben ez abszolút világos. De az áldozatok száma csak nőni fog. Igen. Tehát ha megnézzük, hogy Fekete-Afrikában nem lesz mit enni, mert az örökkévaló úgy osztotta ki a földeket, hogy ez nem sivatag és nem kő, hanem nagyon jó termőföldjeik vannak, úgy az oroszoknak, mint az ukránoknak. Ők látták el a világot tulajdonképpen az alap élelmiszerekkel. Így van, főleg gabonával. Főleg gabonával. Na most, tehát nem tudom, hogy mit akar elérni mind a két fél, de a háború helyett jobban tennék inkább, ha a földet művelnék, előbbre jutnának. Hát ez biztos, ebben igaza van, ugye ezt már Voltaire is mondta, hogy műveljük a kertjeinket, tehát jobb lenne azzal foglalkozni, és nem mással, de hát itt egyelőre arról van szó, hogy nem a kertjeiket akarják művelni. Itt azért nagyon nehéz a béke megállapodás, mert nagyon eltérnek a célok, tehát nagyon nagy a különbség a két fél célja. A béke előtt van feltételes megálló, egy fegyverszünet. És hosszú út, ameddig egyáltalán le lehet ültetni őket, de itt már iparszerű gyilkolásról van szó. Ez így van, és ez egy szörnyű dolog, ami történik, tehát már nem, senki nem tudja... lehet megemészteni. Én reggel óta azt mondom, hogy nem értem, hogy a világnak, hogy nincs lelkiismeret furdalása. Hát van. Mert ül az aircondition a léghűtött szobájában, és nézi azt, hogy ölik egymást. Igen, hát a világ nagyon szeretné, hogy ennek vége lenne. Tehát ezt már többen kísérletet tettek rá, Macron elnök, Biden is, legutóbb is telefonbeszélgetésen próbálta rábeszélni Putyin elnököt, hogy vessen véget, hiszen elvileg csak ő tud véget vetni, vagy az orosz vezetés tud véget vetni. Hát a kérdés, hogy akar-e véget. Na hát ez az, és ők ezt elutasítják. Mert ez a háború addig zajlani fog, amíg ők Ukrajna területén bent vannak. Hát érthető, hogy az ukránok védekeznek, és nem szívesen adják a saját területeiket. Oroszok viszont nem akarnak visszavonulni, maximum azzal a feltétellel kötne tűzszünetet, hogy a jelenlegi állásait, amit megszerzett, ez több 10 000 négyzetkilométer Ukrajna területéről, ezt ő akkor magáinak tekinti. Ezt úgy gondolom, hogy az ukránok ebben nem mehetnek bele. Hát ez azt jelenti, hogy persze, hogy nem mehetnek bele, de valami köztes megoldást. Először is tisztázni kéne, hogy az a vörös hadsereg, ez nem az a vörös hadsereg. Az ukránok sem azok az ukránok, akik előtte voltak. Tehát
Ez pontosan így van. Ez nem az a vörös hadsereg, de azért nagyon sok mindenben hasonlít arra. Tehát ugye szomorú történetek ezek a bucsai mészárlás és a megerőszakolások és a lopások vagy zabrálások, amiről a magyar társadalom is sokat tud mesélni a II. Világháború idején, azok sajnos tömegesen fordulnak elő Ukrajnába. Tehát nem sokat változott ez a hadsereg ilyen szempontból, vagy a morálja. Vagy semmit sem változott. Vagy semmit sem változott, igen, a morálja. Itt a kérdés csak az, hogy sokan azt hittük hozzá nem értő emberek, még azok sem, akik nagy mennyiségű médiát fogyasztanak. Feltételeztük, hogy egy nagy hatalomról van szó, ami hadászati szempontból is nagy hatalom, de hát nem ultramodern fegyvereket látunk az útszélén. Igen, és hát azt lehet hallani, hogy komoly logisztikai problémák vannak, ami mindenki megdöbben, mert ezt sem gondoltuk volna, és nagyon komoly morális problémák. De hát vannak. Az űrbe tudnak járni, akkor feltételezhető, hogy vannak nekik komoly eszközeik és hozzáértésük is, de nem ez jön le a képernyőről. Igen, de ezt már a kommunizmus idején is megtapasztaltuk, hogy van egy vékony réteg, amelyik az elit mindenben, tehát az űrkutatásban épp úgy, mint a hadviselésben, és van a nagy tömeg, ami viszont egy nagyon gyenge színvonalat képvisel. És most itt alapvetően ez a nagy tömeg van harcba vetve, tehát az ő csodafegyvereik közül még nem sokat vetettek be, egyesek szerint ezek még nincsenek is igazán kész, csak bejelentették. Ugye van az Armata tank, amit a nagy délrel durral bejelentettek, hogy a világ legjobb tankja, de hát amikor bemutatták a Vörös téren, akkor az ott lerobbant és le kellett vontatni, ami elég szégyenletes volt. Elég ciki. Ez ciki egyrészt szólva, és ezt nem is vetették be. Tehát nem tudjuk, hogy ebből ezek egyáltalán léteznek-e, vagy csak ott a bemutató. Nem biztos, hogy van annyi vontató. Van annyi vontató, így van. De ne értsenődjünk, hisz a kórházak tele vannak sebesültekkel, és a temetők meg még temetetlen halottak. Meg tömegsírok vannak. A kérdés az, hogy akkor ezek az összes szankciók és az összes viták mire valók? Hisz valamiért Magyarország kilóg a sorból, igen, de ugyanakkor, hát ön azért ismeri Brüsszelt, a folyosókon nem pontosan azok hangzanak el, amik a képernyőkről és az újságok lapjairól lejönnek. Tehát nagyon sok mindent másképp gondolnak, mint ahogy mondják. Ez lehetséges. Nekem vannak barátaim, a baráti beszélgetésen olyanok, akik ott dolgoznak és akik nyilatkoznak. Egy bizonyos média nyomás alatt vannak, a választóik nyomása alatt vannak, és elvárások vannak tőlük. Ez lehetséges, de mégiscsak van egy formálódó közös álláspont, most ugye éppen az olajembargó kapcsán, tehát először valóban több országnak voltak komoly problémái. Csehországnak is, Szlovákiának is, Bulgáriának is, Magyarországnak is jelezték, és sőt még Ausztria is ide tartozott. Most egy olyan változat van az asztalon, ami többé-kevésbé figyelembe veszi ezeket a problémákat, és mint bizonyos mentességeket ad, egy, másfél, maximum két évet. Ugye Magyarország kapná a legtöbbet, egy két éves mentességet. Most már mindenki elfogadta Magyarország kivételével ezt az álláspontot. Tehát ezért most Magyarországra irányul a nyomás, és Magyarországgal kapcsolatban vannak nagyon kritikus hangok, mert Magyarország az egyetlen, aki jelen pillanatban blokkolja ezt a megállapodást. De tulajdonképpen a lengyelekkel való több történelmi múltra visszatekintő barátságunk is, mint hogy kicsit megrepett volna, ezért volt az első útja a köztársaság elnöknek Lengyelországba. A kérdés, hogy mit sikerült elintéznie? Ezt ma még nehéz fölmérni. Minden esetre szívesebben fogadták, mert ő már a köztársasági elnöki első beszédében is nagyon egyértelműen állást foglalt a konfliktusban, olyan módon, ahogy korábban. Nagyon keményen. Keményen és helyesen, és én ezt helyeslem is, olyan módon, amilyen semmilyen magyar vezető, tehát sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter soha nem. Mondjuk azt, hogy ő megengedheti magának. Meg szükség is volt rá ahhoz, hogy Lengyelországban fogadják. Ugyanezt megismételte Varsóban is, Duda elnök jelenlétében, és nyilván a lengyelek azt várják, hogy ez most az egész magyar vezetésnek az új vonulata, és azzal szerintem ők együttműködnének, tehát nem zárták ők ezt le örökre, csak azt mondták, hogy addig, amíg magyar kormánynak ilyen felemás álláspontja van, addig ők nem akarnak együttműködni. Ha megtörténik ez a fordulat, és kis apró lépéseket én látok, tehát Orbán Viktornak a múlt hétfői beszédében már először kimondta azt, hogy Oroszország agressziója, és mi egyértelműen elítéljük ezt az agressziót, ezek kicsi lépések abba az irányba, hogy
hogy valamilyen módon helyre tudják hozni a kapcsolatot Lengyelországgal. Ez a magyar kormány számára nagyon fontos kérdés, mert ugye folyik a 7-es cikkelyes eljárás, és hogyha egyetlen egy támogatója sem lesz, akkor a szankciókkal kell szembeni, vagy nézhet szembe. Ugye ott az a szabály, hogy minden tagállamnak egyet kell érteni, kivéve az érintett országot. Tehát kell legalább egy tagállam, amelyik azt megvétózza. Szerintem az meg lesz, de ugyanakkor viszont ugye most felgyorsítják Ukrajna felvételét az EU-ba. Ön szerint Ukrajna megfelel a standard Európai Uniós követelményeknek? Hát szerintem ez legalább 15 évig kemény munka kéne, hogy megfeleljenek off the record annak, ami a követelmény. Igen, ezt én is így gondolom. Hát Magyarország számára is ez 10 évet vett igénybe. Ugye 94-ben nyújtottuk be a csatlakozási kérelmünket, és 2004-ben lettünk tagok. Vannak országok, akik hamarabb, azért volt olyan már, Ausztria, Finnország, Svédország másfél év alatt taggá váltak. De máshonnét is indultak. Hát na ez az. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez nagyon elsietett, és azért sokan így gondolják, nem véletlen, hogy Macron elnök múlt kedden az Európai Parlamentben tartott beszédében, őket egy nagyon fontos beszéd volt, fölvázolt egy úgynevezett európai politikai közösséget, egy ilyen tágkört, és azt mondta, hogy Ukrajnának ott van a helye. Ugye Zelenszkij rögtön jelezte, hogy mi nem oda akarunk kerülni, mi be akarunk kerülni. De különben ez nekünk is érdekes, amit Macron mondott, mert ugye azt mondta, hogy Ukrajnának, a nyugat-balkáni országoknak, Nagy-Britanniának és azoknak az európai országoknak, akik nem akarnak szorosabban együttműködni, azoknak kell ebbe a külső körbe, ez vonatkozhat ránk is, és akik pedig szorosabb együttműködést akarnak, azok a belső körbe maradnak. Na azért ez nem olyan egyszerű, mert hogyha megnézzük azt, hogy mi történik ott fönn az írekkel, tehát nem egyöntetű, és ez a Brexit vagy nem Brexit, ugye már túl vagyunk, az angolok kiléptek, de ők keményen azért elkezdenek hamarosan gondolkodni azon, hogy hogyan tovább. Hát most nagyon keményeket akarnak lépni, legalábbis azzal fenyegetőznek, ugye ők azt mondják, hogy egyoldalúan fölmondják az EU-brit megállapodást, az olyan Brexit megállapodást, és felszámolják azt a vámhatárt, ami jelen pillanatban Észak-Írország és Nagy-Britannia között van. Most ez azért vált nagyon sürgetővé a britteknek, mert ugye Észak-Írországban egy nagyon érdekes választási eredmény történt. Igen. És most Londonból kell irányítani. Így van, mert hogy a Sinn Féin, tehát azért alapvetően egy terrorista szervezetnek tekintenek, még ma is Londonban. De az az érdekes, hogy ön még emlékszik erre, hogy ki a Sinn Féin. Persze. Viszont a földi halandó, aki kinyitja a televízióját, vagy belenéz az újságba, azt mondja, mi van? Igen, az nem biztos, hogy tudja, hogy ez volt tulajdonképpen az IRA, a terrorszervezetnek a politikai szárnya. Gary Adams vezette, már nem ő vezeti, de politikai szárnya. Na most ők egyértelműen a csatlakozás mellett vannak, mert a csatlakozás Írországhoz, tehát kiválás Nagy-Britanniában és csatlakozás Írországhoz, és bár ezt nem tudják megcsinálni, mert ugye ehhez nagyon sok minden kéne, de azért a dolgok fenyegetővé váltak Nagy-Britannia számára, és a britteknek az legkomolyabb esélyük az, hogy most valamilyen módon magukhoz láncolják az északíreket, mert ugyanis az EU megállapodás az leválasztotta Észak-Írországot Nagy-Britanniáról, mert Észak-Írország megmaradt vámszabad területnek, Írországgal együtt. Ugye ez a nagypénteki megállapodás következménye. A nagypénteki megállapodás volt az a béke megállapodás, amit az Íra és Nagy-Britannia kötött, és annak az egyik sarkalatos pontja, hogy Írország, az Ír szigeten belül nem lehet semmilyen határ ellenőrzést bevezetni. Na most, ha nem lehet bevezetni, akkor a határellenőrzést a Nagy-Britannia és Ír-sziget közé kell akkor tenni. Szabad vámterület kell nyilvánítani. Hát ez van a megállapodásban, de ezt nem akarja elfogadni a Boris Johnson és a brit kormány, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy összenő Írországgal gazdaságilag, és leválik Nagy-Britanniáról. Mert Nagy-Britannia és Írország között van a vámhatár. Tehát egy országon belüli vámhatár jön létre. Igen, de szerintem az angolok sem gondolták végig rendesen ezt a Brexitet. Nyilván. Ugyanakkor az Európai Uniónak a, majdnem mondtam, amit gondolok, közreműködői sem először is nagyon sokáig tartott. Igen. És nem a legjobb megoldásokat találták. Hát ez így van. Tehát ugye ez olyan, mint azt szokták mondani gúnyosan, hogy mi a teve,
egy bizottság által tervezett ló. Tehát itt az volt, hogy sok-sok tagállamnak az érdekeit kellett itt egyeztetni, mert az EU sem volt ebben egységes. Ugye nagyon erős volt az írek álláspontja, a franciáké is, az egy más álláspont volt, Barnier vezette a tárgyalásokat, akit nekem van szerencsém ismerni, mert nekem partnerem volt, amikor államtitkáron voltam, és ment épp a NATO csatlakozás, és hát az egyik legkeményebb ellenfelünk volt. Neki nagyon keményen az volt az álláspontja, hogy csak Romániával együtt lehet felvenni Magyarországot. Tehát én ismerem őt, hogy ő egy, nem egy könnyű. Romániát sem vennék ma föl, hogyha az lehet, akarnak. De akkor még azt mondták, hogy na jó, akkor egyébként nem akarták fölvenni Romániát sem, hanem ezzel akarták a magyar felvételt lassítani, vagy hátráltatni, hogy vagy Romániával együtt, vagy ők akkor megvétózzák. Ez sokáig ez volt a francia álláspont, 96-97 környékén. Hogy vagy együtt, vagy egyiket sem. Innét folytatjuk legközelebb, hisz a beszélgetésre szánt időnk elfogyott. Kedves nézőim, ilyen, amikor az óra az úr és nem mi. Szent Iványi Istvánt látták, a volt külügyi államtitkát, a volt nagykövetet, a volt pártelnököt, csupa volt, de jövő is van előtte. Mivel foglalkozik napjainkban? Tanít? Jelenleg tanítok, igen, nincs most más. Tanítok, illetve szakértőként ön és más csatornák meghívnak, és csak az a baj, hogy ebből nem lehet tejet venni. Hát ebből sajnos nagyon nehéz tejet venni, ez így van. Köszönöm, hogy itt volt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következik Erdői Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Tartsanak velünk!